Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál most arról van szó, hogy miért szeret téged, mi tetszik neki, mit tudsz nyújtani számára. A központi téma itt középen látható, és az azt jelenti, hogy dolgozzatok ezen a kapcsolaton, hogy javuljon a helyzet, hogy meglegyen a biztonság érzete, mindketten cselekedjetek, közeledj hozzá, de legyen meg az elvárásod is, hogy ő is kimutassa az érzelmeit. Itt látható, hogy a múltban voltak nehézségek, valami elszomorított téged, voltak félelmek, kétségek, bizonytalanságok, de most fordul a helyzet, hiszen javulni fog valami, mert kettőtök között lesz ez a közeledés, és ő másképp viselkedik veled szemben. Most megnézzük azt, hogyan alakulnak a dolgok, hogyan tovább. Itt látható a te szépséged, a nőiességed, bíz magadban, hiszen megvan nálad ez a kisugárzás. Ez lehet a külsőd, a nőiességed, de lehet a belső szépség is. Itt a nőies energiáról, és itt a férfias energiáról van szó, hiszen ő közeledik hozzád, harcol érted, és itt látható ez a kapcsolat kettőtök között. Ami nehezíti a dolgokat, ami megjelenik itt kettőtök között, ez a sötét színű, mondhatnám, mint egy patak, ez utal a negatív érzelmekre, a félelmekre, a bizonytalanságokra, és itt van a kard. Szimbolikusan vedd kezedbe ezt a kardot, és vágd el ezeket a félelmeket. Tedd át magadat ezen. Persze, neki is cselekednie kell, és ha a pozitív érzelmeket élitek, akkor itt megvan ez a közeledés. A bizalom, a szeretet, a szerelem segít ebben. Itt ezen a kártyán látható a köszönet. Légy hálás azért, hogy ő ott van melletted. Persze, neki is hálásnak kell lennie. És akkor itt kéz a kézben tudtok valamit együtt kialakítani. Itt ez az ostor utal a múltra, vitákra, a veszekedésekre, itt vannak fájdalmas emlékek. De vedd kezedbe ezt a söprüt, és söpört ki ezeket a fájdalmas emlékeket az életedből. Ne a múltra gondolj, hanem a jelenre és a jövőre. Szerencsére itt megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, tehát el tudják távolítani ezt a kártyát. És ami a jövőt illeti, itt látható a csillagkép, ami szerencsét hoz, és azt is jelenti, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben megvan írva. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!